akkor a gyerekkoromtól kezdve mindig sportoltam. Én Abonyba gyerekeskedtem, ott jártam általános iskolába és középiskolába. Mindig Abonyban jó lehetőségek voltak a sportolásra, a birkózástól, labdarúgáson át, asztali teniszérzéssel, atlétikával, mindennel foglalkoztam, és közben még volt, úgy látszik, ilyen szervezői vénám is, mert már általános iskolás koromban az udvarunkon mindenféle gyerekversenyeket rendeztem. Tollaslabdával például volt tollaslabdapálya felfestve az udvarunkon. Jöttek a barátaim, játszottuk, sakkversenyt rendeztünk, pingpongversenyt rendeztünk. Később a Abonyi középiskolában már diák sportkör vezetője voltam, én voltam az ifjúsági elnök. Azután pedig a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen először évfolyam sportfelelős voltam, utána kari sportfelelős, és a végén egyetemi sportfelelős voltam. Tehát amikor itt az Újszászi Szabadságtérhezbe kerültem pályakezdőként 1976. szeptember 1-én, attól kezdve a munkám mellett a sportba is rögtön bekapcsolódtam, és Újszászon is mindenféle sportversenyeket rendeztem. Először az Egyesület elnökségében szabadidősporttal foglalkoztam, 1983-tól én lettem az Újszászi Sportegyesület elnöke. Hát először a futókocogó mozgalmat szerveztem, mert az egyetemen ott atlétizáltam, és azt folytattam itt Újszászon is. De először furcsán néztek rám az emberek, hogy rövid gatyába szaladgál a mérnök úr, de egyre többen csatlakoztak hozzánk. Jártunk különféle országos futóversenyekre, sokan a segítségemmel felkészültek a maratoni futásra, én magam is háromszor lefutottam a 42 kilométeres távot. Utána Újszászon is szerveztünk ilyen futónapot. Az erdei futónap azóta is él. Minden év szeptemberében rendezzük, az idén a 26-nál tartunk, tehát a 2 hét múlva lesz az újszászi futónap. A következő nagyobb ilyen akciósorozata az olimpiai utómozgalom volt. Hát ott körülbelül 300 ember mozgott ebbe a akciósorozatba, Újszászról és a környékről legalább 15 településről jártak oda hozzánk. Hát ebbe a futás, kerékpározás, téli gyaroktúra a hegyekben, úszás és 70 kilométeres vízitúra szerepelt. Hát ehhez fel kellett készülni, és rendszeres edzések voltak. Nagyon sok gyereket felkészítettem úgy úszás, hogy a Balatont át tudta úszni. Réh Fülöp és Balatonboglár között 5,2 kilométeres távon én magam is vagy 15-ször átúztam. Ez nyári program volt. Akkor én magam nem tudtam kajakozni. A vízitúra kedvéért megtanultam kajakozni. Többször teljesítettem ezt a 70-72 kilométeres távot, a Szentendrei-sziget kerülést, vagy pedig itt a Tiszán is. Mit szóltak a termelőszövetkezetben ehhez a munkához? A termelőszövetkezetben szerették ezt a tevékenységet. A termelőszövetkezet adta a sportegyesület nevét is, Szabadság TSSK volt abban az időben. Hát aztán utána, hogy változtak az idők, a termelőszövetkezet kiszállt a támogatásból, és aztán utána nagyközségi, később utána városi sportegyesület lehet. Most jelen pillanatban az önkormányzat támogatja a legnagyobb mértékben a sport tevékenységet. Az elmúlt években hazai és nemzetközi vonatkozásban is egy teljesen új sportágat honosítottak meg. 1992 végén átadták Újszászon a tornacsarnokot, annak én lettem a vezetője, és akkor találkoztam ebből a sportággal, egy újság véletlenül a kezembe került, abban olvastam a lábtollabdáról, és mivel én többféle sportággal foglalkoztam, akkor éppen a duatlonba, triatlonba edzettem 40-50 gyereket, és hát nyitott voltam mindenféle sportágra, úgy gondoltam, hogy az újszászi tornacsarnokban ennek a sportágnak is, a sportszernek is helye van. Ha valaki bejön oda, hogy lábtollabdázni akar, akkor ő tud lábtollabdázni. Vettem 10 labdát, kidobtam a gyerekek közé, és elcsodálkoztam, hogy minden előképzettség nélkül olyan jól el tudtak vele játszani.
És aztán később alakult a dolog, mindig történt valami. 93. májusában meghirdették az első magyarországi láptólabda versenyt. Elvittem a gyerekeket, csodák csodájára mi nyertük meg az első magyarországi versenyt. Hát jó részt itt a gyerekek játszottak. Utána összeismerkedtem Péter von Rüdennel, aki ennek a sportágnak az európai elterjesztője. Ő meghívott bennünket Németországba, ott is jól szerepeltünk. Utána az ő segítségével három újszászi fiúval eljutottam Kínába. Ott is megmutattuk, hogy ezt a kínai játékot magyarok is tudják játszani. Utána 1995-ben újszászon megalakítottuk a Magyar Láptólabda Szövetséget. Én lettem a főtitkára, tehát én mozgatom, én szervezem a versenyeket. 1999-ben meghívtak Hanoiba, Vietnám fővárosába. Ott akkor alakult meg a Nemzetközi Láptólabda Szövetség, Magyarország alapító tagja ennek a szövetségnek. Engem, mint egyik európai alelnököt megválasztottak ott, és akkor Magyarország megkapta, mint Európában ilyen élenjáró ország, megkapta az első világbajnokság megrendezését, amit 2000 júliusában újszászon rendeztük meg. És akkor így haladt tovább, 2003-ban újszászon megalakítottuk az Európai Szövetséget is, mert egyre több ország kapcsolódott be, annak is én vagyok az alelnöke. És hát azóta több rendszeresen, összeszámoltam, 23 ország versenyzői és sportvezetői jártak az elmúlt 17 évben a láptólabda kapcsán újszászon. És mit szólnak mindenhez az újszászi emberek? Hát én úgy látom, hogy az újszászi emberek többsége szereti ezt, hogy itt ilyen mozgalmas élet van. Nagyon most rendeztük a 15. Hungarian Open nevezettő, ez egy nyílt verseny, 9 európai ország, több mint 200 versenyzője volt ott 5 napon keresztül újszászon. Hát nagyon sokan segítenek, mert hát szinte az egész város együtt él ebből a rendezvényel, próbáljuk őket különféle kísérő rendezvényekkel, diszkóval, szabadtéri koncerttel, a verseny előtti látványos felvonulással, tehát őket is bevonni nem csak a versenybe, hanem a körítésbe is, és nagyon sokan 4-5 napot ott dolgoztak azért, hogy a verseny sikeres legyen, és ezt tették teljesen önzetlenül, mert ők úgy érzik, hogy ez egy fontos esemény újszász életében, és ők is benne szeretnének lenni ebben a rendezvényben.